Most érkeztünk a Gellért hegyre, interjúkat készíteni emberekkel. Reménykedjünk, hogy sikerülni fog. Ön szerint léteznek a szellemek? Igen, szerintem léteznek. Szerintem szellemek léteznek. Hát szívem, én személy szerint nem hiszek benne, de elképzelhető, hogy vannak olyan emberek, akik hisznek benne, és olyannal magyarázzák azokat a dolgokat, amiket nem értenek. Ön szerint léteznek szellemek? Nem, szerintem nem. Szerintem nem léteznek, csak a mesékben. A szellemek az egy nagyon izgalmas kérdés, ugyanis sokan azt mondják, hogy nem léteznek, sokan meg azt mondják, hogy léteznek. Én azt gondolom, hogy alapvetően léteznek, és hiszek bennük, hogy vannak szellemek. És miben gondolja? Hát azért, mert szerintem az ember meghal, akkor a lelke az tovább él. De nekem nem volt ilyen jellegű, vagy legalábbis nem tudatos megélésem, de én is hiszek benne, hogy léteznek meg. Alapvetően a testünk az egy földi léthez köthető, de az embernek a lelke meg a szelleme az annél egy sokkal tágabb fogalom. Nevelőapámat sajnos elveszítettük, és ő vele volt egy ilyen élményem, amikor így vezettem, és akkor a kezét az én kezemre rakta. 11 óra 48 perckor, jelenleg 7 sikeres felvételünk készült az interjúkról, és most is jelenleg ügyfeleket keresünk. Mit gondol a dinoszauruszokról? Dinoszauruszokról? Hát most ez egy nagyon divatos téma, és a gyerekek nagyon szeretik. Szerintem a dinoszauruszok léteztek. Szerintem egy ilyen, hogy kell mondani, nem tudom, meteorit ütötte, vagy ért le a földre, és akkor az úgy tönkretett mindent, minden élővilágot, és a dinoszaurokat is. Hú, a dinoszauruszokról? Hát ők nagyon régen éltek. Hát lehet, hogy igaz sem volt. Alapvetően szerintem léteztek dinoszauruszok, és hát nyilván vannak ugye tárgyi leletek is erre vonatkozóan, úgyhogy voltam olyan kiállításokon, ahol közvetlen közelben ezek megjelentek. Én is hasonlóan gondolom, hogy léteztek. Nekem is volt szerencsém több ilyen tárlatvezetést járni, ahol erre rejlő bizonyítékok voltak. Mit ünneplünk augusztus 20-án? Ma Magyarország születésnapját. Tulajdonképpen Szent Istvánnak a koronázását. Nagyon szerettem az augusztus 20-át, mert az államalapítás ünnepe, és várom az augusztus 20-ai ünnepséget, bár a tűzijátékkal nem értek egyet. Mondhatok önnek egy jó viccet? Mondja. Miért süt a nap? Miért? Mert nem tud főzni.